És miként kihívás ez a mostani koncert, ugye tükröződések a címe. Nyilván, hogy az elmúlt 15 évből próbáltok megmutatni, felmutatni bizonyos helyzeteket, de ezt a zenei hangulatot is, ha jól gondolom, akkor megpróbáljátok átnyújtani. Egy picit úgy állítottuk össze ezt a műsort, hogy hogy azt a fajta hangzást, amit a kórusunk megvalósított vagy képvisel, abból egy ízelítőt tudjunk nyújtani. Tehát igazából a 15 évben azért kialakult az, hogy mi, mi az Unicantenek egy, egy sajátosabb repertoárja, mi az irányvonalunk, mi a stílusunk, milyen a hangzásunk, és erre egy picit utalás is, tehát olyan művek fognak megszólalni, amelyek az elmúlt 15 év repertoárjának a hangulatát tükrözik. Persze nem a korábbi alkotások, ezek most egy friss repertoár alapjáraton, de hogy hangulatában azért nagyon-nagyon kötődik. És másrészt azért is tükröződés, mert ugyanannak a versnek, ugyanannak a szövegnek, ugyanannak a hangulatnak két-két különböző megzenésítését fogjuk énekelni egymás után, tehát párba állítottuk ezeket a műveket. Így hallhat majd a közönség például egy 42-es Zsoltárt kétféle feldolgozásban, az egyik egy reneszánsz csodás alkotás, a másik egy romantikus hangvarázs, vagy Shakespeare-nek a 18. szónetjét is két előadásban, két különböző szerzőtől hallhatja az estnek a hangulatát, a nagyheti fájdalomnak a hangulatát megint két különböző előadásban. Tehát alapjáraton így egy ilyen izgalmas egymás mellé állítás lesz a műsor.